Sziasztok, üdvözletem innen a Balvan és a Kondolfa utca sarkán vagyok éppen, és Ricardo-tól kaptam a tippet, ezúton is köszönöm neki, hogy itt van még egy érdekesség itt a kerítésen belül, mindjárt meg is mutatom. Ott van a kertben egy pótkocsi és egy UV kiállítva. Hát, hogy bemenni be lehet-e, azt nem tudom, majd mindjárt megpróbálom. Látok feleim, sikerült bejutnom. Még ha egy kicsit közelebbről megnézem ezt a csodát. És van egy 47-es tábla, ez messziről nem látszott. És egyébként nézzétek meg, a 3414-es pályaszámú villamosról van szó. Egy hagyományos UV. És ezen még a régi reklámtáblák is rajta vannak, ide helyezték végen a hirdetéseket. És még sín is van alatta. Bá. Ez pedig csak nem valami belső berendezése lehet. De az, igen, az meg nagyon úgy néz ki, mintha az áramszedője lenne. Hoppá! És nyitva van az ajtaja. Nem, de király, mert... Nézzétek meg, így néz ki belőle. Hagyományos UV. Szerintem inkább ilyen tárolásra használhatják. Nézzétek meg. És itt egy grillező. Kicsit ki van belezve. Egy régi iránytábla is van, a 47-esen közlekedtek UV-k még az utolsó időszakokban is. A kivonások előtti években is közlekedtek a 47-esen. Az volt talán az utolsó 47-49-es vonal, mondjuk, ahol még közlekedtek. És itt van a vezetői fülke is. Nyitva van. Akkor benézünk ide is. Még ez is viszonylag egyben van. Egész egyben van a forgóváza is. Aha, és egy hozzátartozó pótkocsi is van itt. Igen, megpróbálom ezt is megnézni az elebről. Látjátok, még vágányt is laktak alá. Hát a pótkocsiba nem lehet bemenni. Ez rosszabb állapotban van, és le is van így nagyon fóliázva. De úgy látom, a berendezései azért megvannak. Hát, nézzetek be, én nem látok semmit. Egy 47-es tábla ebbe is van. Hát igen, valószínűleg ez is nyitva. Nem, ez be van zárva. A motorkocsi viszont nyitva volt. Műszaki okok miatt utasokat nem szállít, ezért teljesen találó. És ja, látjátok, az áramszedő nincs rajta, tehát szerintem itt lesz az, amit kicsit a bokod is belőtte. De itt van az áramszedője. Itt van a másik oldala. Viszonylag védett és őrzött helyen van. De pontosan mire használják, azt nem tudom, szerintem csak ilyen szobor vagy ilyen kiállított villamos, de különösebb céljuk nincs vele. És persze, nézzétek, így van a másik oldalról is. Hát akkor valami a pótkocsi az elég volt, és szerintem azt is ilyen tálalónak használják, van benne egy pár dolog. Hát végül is fedett tálalónak, jó, ha már itt van. Biztos ilyen BKV-tól is elejtezett. Ez a rövid videó, ez ennyi lett volna erről a villamosra itt, és még egyszer köszönöm Ricardo-nak a tippet. Nem vettem volna észre, hogyha nem szól, hogy itt van. Úgyhogy mondom, ezúton is köszönöm neki. Nektek meg köszönöm, hogy megnéztétek. Sziasztok!